Schrein. Mutassad a streamot. Na, hadd lássam. 360, hagyja meg. 720p-be, légy szíves. Jó. Oké. Na, csináljunk meg addig valamit. Tök mindegy, hogy mit igazából. Mondjuk kell még nekem játszanok, ami. Csináljuk meg azt a pályát. Vagy csináljuk meg a másik scrollt. Pont most csináltam egy játszonokam is scrollt, az nekem pont jó lesz. 312-es scroll. Menjünk bele. Hát ez a bitrétes csodálatos, nem tudom, a gép az jobban bírta. Egy pillanat. Fuck you! Azt mondja. Te innen törölje ki mindent. És onnan is törölje ki mindent. Jó. Autizmus mellett új stream. Nem. Nem, mert ez nagyon rövid lesz. Ilyen sok-sok ingyen autizmust egy éjszak alatt. Na. Én még nincs. Honnan van ninja pontom? Ja, mert megcsináltam a ninja pályát, ninja skilles pályát. Van valami, ami ninja nekem kéne? Azt tudom, hogy az Omniónál belőle egy fire talizmánt szívesen fejlesztenénk tovább. Meg is tesszük. De Spearnél megyünk a Melee Mastery-re. Ninjánál van itt olyan, ami nekem kéne. Azt sem tudom, én nem is nagyon használok ninja skilleket. Szinte egyáltalán. Poison Shuriken, mindegy. Majd megnézzük ezt majd én később megnézem. Ami most viszont akkor berakom a negyedik Fire-ös scrollt. Mert az mindig jól jön. Fire Talisman plusz egy tökéletes. Na, szóval. Ez egy 313-as scroll, tehát ez bőven Way of the Demon szint. Benyomunk egy rage-et, visszaváltunk Spear-re. Nyomunk egy tüzet. Oké. De legalább kibírtam az ütést. Na, ne zavarjál be! Úgy. Köcsög lila jó ki, azért jó bírja. A kappa. Kaptad. Kappa kapta. Bi. Oké. Cső. Na? Nem nyomsz valami piros szart? Nekem így is jó. Dehogy nem. Na és akkor most jön játszanok, amíg az?
Egy ilyen, egy olyan, egy ilyen, egy olyan. Jó. A testét szurkálja te, hát ne a izét. Kígyócskákat leszurkáljuk. Kap még egy ilyet. A spam build. Miért nem csináltad meg a combót? Combó! És akkor még nem volt benne Rage, mert az már lejárt, mire ide értem a bosshoz. De... szerintem az látszott, hogy... az ütéseket bírja. Nem hal meg azonnal. És egyfolytában jön a regen. Ahogy csapkodok. Folyton töltődött a HP is. Úgyhogy így szerintem egy elixírt, ha elhasználtam. Úgyhogy folyamatosan csapkodtak. De lehet, hogy kettő volt, nem tudom. Szóval nem egy halálerős valami. De legalább nem döglik meg. Az is valami. Low attack damage... de ez gagyi. Proceed without changing. Kappa. Kappa is dobott egy szolkort, tök jó. Azért csináltam ezt, mert... manage. Meg szeretném a játszónok az imaxra. És akkor ez így már maxos lesz. Még hülye toxic slime-okat kell keresnem. Na, megmutatom a speccet. Szóval úgy nézek ki, hogy van egy 284-es karakter, tehát nem nincs fölhúzva 300-ig. És akkor így ott vannak a statok. 99 HP stat. 99 strength stat. Többi az kb. Úgy van összerakva, hogy a páncélzat az ilyen 69,90 legyen rajtam, mert ez egy nehéz páncél. A Tigeres, vagy milyen, Barrier of the East. Jó részt legalábbis. Innen pedig, amikor szintet lépek, minden pontot a Magicre rakok. Minél tovább tartsanak a buffok. Ez az egyik. Ami itt még fontos, skillek, spearnél a passzívoknál full munkata, relentless, shadow strike, izének a stability-ba megadva, hogy messzebbre tudjak szúrni és többet sebezzenek a szúrások. A... szintén szúrósebzés, a rule of thrusting. Megvan még a Twisting Spear, ezt inkább a mapokon szoktam használni, mint bosszok ellen. Amikor valaki nem lát, vagy amikor valaki messze van, és belefut a belecsúszó támadásba. Ezt lehetne tovább erősíteni, de még nem álltam neki farmolni olyan kesztyüket, amikben ez van. Itt semmi. Van egy ilyenem, hogy Merciless Barrage, ugye ez a feldobó a grapple helyett.
Szerintem ez egy kurva jó skill. És igazából ennyi a dolog. Van még itt egy cornet borom, hogyha 30% alá esik az életem, akkor 15%-kal csökkenti a bejövő sebzést. Szóval nehezebb engem megölni, hogyha kevesebb életem van. És minden másik, minden összes pont innentől kezdve a Melee Masterére megy, hogy több atakja legyen a Spearnek. Ez az egyik. Ninjából, amit itt nagyon sok mindenki van fejlesztve, de igazából amit használok is, az a Poison Shuriken, a Ninja Tool Mastery, hogy több legyen a capacity, amit be tudok pakolni, és a Power Pill, ami ugye megnöveli egy kicsit az attackot. Az összes többi passzívok, jobb futás, jobb dodge, mit tudom én, igazából ez nekem ez egy ilyen hagyaték cucc, mert ugye alapvetően ninjára buildeltem, és nagyon sok ninja pontot szereztem proficiency-ből. Úgyhogy ez spear, ninjából ez meg az. Omnium Magicből mindenből van egy kicsi. Protection-t használok, egy 3-as steel-t. Ami viszont innen fontos, az az extraction. Mert az, hogy ugye mindig, mikor ütsz egyet, akkor Amrita száll ki az ellenségből. Nyilván nem azért fontos, hogy szintet lépjél, hanem van egy csomó olyan skill, ami hogyha Amritát kapsz, akkor beaktiválódik. Sima buffot használok még fegyverre, tehát ilyen Fire Talisman, semmi extra. És a... ezért pedig a gyors varázslás van berakva, de bár betehetném azt is, hogy inkább, hogy tovább tartson. Tovább tartsanak a buffok. Majd meggondolom. Következő használt skillek. Spearnél van egy olyanom, hogy Piercing Rain. Ugye leginkább ezt használom, ez a Surimuri támadás. Van rajta egy Constitution-os Damage Boost, ami ugye 99 Constitution-ből kapja. Kb. 5% bónusz. Van egy Spear Savom, ez a védekezésből a másiknak a védekezését széttörő cucc. Key Damage-es, ezen van egy plusz 20% Key Damage módosító, hogy még jobb legyen. Van egy Spear Flourish-em, ja tényleg ezt nem mutattam. Ez gyakorlatilag egy olyan skill, amit high stance-ben lehet használni, és amikor key pulse csinálsz, akkor sima key pulse helyett csinál egy ilyen hátralökő támadást, ami sebez is egyébként. Na, erre beraktam azt, hogy... mi? Hülye, nem is ezt akartam betenni. Ha! Idióta. Mindegy, ide Raging Strike-ot érdemes rakni, hogy fáj neked is, ha ilyet csinálsz, de csak kicsit. Viszont a sok-sok regen az meggyógyít, úgyhogy majd azt érdemes rárakni. Van egy Twisting Spear-em, ugye ez a rákészülős becsúszós szúrás. Erre raktam a Strength-es bónuszt, damage-re. És akkor igazából ennyi, mert nem nagyon használok más stance-et. Nagyon, de nagyon ritkán átváltok midre. Vannak olyan mobok, mint például a sikítozó Chaisi, akinél sokkal egyszerűbb mid stance-ben csak egyet beleszúrni, akkor dodge-ol egyet, megint beleszúrsz egyet, megint dodge-ol egyet. Szóval ismétled, még meg nem döglik. De szinte mindent high stance-ben gyilkolászok le. És akkor térjünk át a karakter egyéb dolgaira. Guardian Spirit. A Tengenko Jaku, bár ez is nerfelve lett egy kicsit, de még mindig ez az egyik legjobb spirit szerintem. Van neki egy olyanja, hogy Stance Based Amrita bónusz. Ez azt csinálja, hogy ha Amritát szerzel, akkor attól függően, hogy milyen stance-ben vagy, kapsz valami buffot. Én mindig high stance-ben játszom, úgyhogy ez increased attack, tehát a sebzésemet növeli, hogyha Amrita száll belém. Ez az egyik. Van benne nekem egy Toxic Slime, hogyha
meg tudnám nézni. Miért nem tudom megnézni? Nem megy rá a na mindegy. Majd az akkor a másik helyen megmutatom. Pontosan mik vannak berakva. Ja. Másodlagos spirit, az pedig nem mutatja? Ja nem, mert a shrine-ba kell bemennem. Shrine, Guardian Spirit. Na, a másodlagos spiritnek az Inosasao van berakva, mert ami azt csinálja nekem, hogy támadás közben, én szinte egyfolytában csak spamolom a támadást, úgyhogy szinte mindig támadás közben vagyok. Ez ad nekem 7,5% armort damage ellen, ami elég finom kis damage resist, hogy úgy mondjam. Na és akkor szolkoroknál. Egyrészt be van téve egy ilyen Yoki szolkor. Nem használom, ez csak azért van betéve, mert ez a legerősebb szolkorom, ami van. Mert ugye a szolkorok adnak támadást is, meg védekezést is. Hogyha bepakolod egy spiritbe, és akkor az a te statjaidat növeli. Így harmadiknak beraktam ezt igazából. Ami fontosabb, az a Yatsunokami, a kígyó. Mert az is azért, mert egyrészt egész jó a maga a skill, amit használ. Másrészt van benne egy ilyen melee damage versus poison, de nem icuc. Kicsit rá van építve a build a poisonre, bár most nem is igazán használtam. De elég sok a sebzés bónusz, hogyha ha poisont is rápakolom valakire. És úgy csinálom a csapkodást, ezt majd meg is tudom mutatni. Aztán van egy ilyen toxic slime, szintén a poison miatt. Ebbe is van még 8,2% poison accumulation. Tehát, hogy hamarabb megy fel a poison az ellenségre. Szoktam ezt is használni, hogy beleköpök az ellenségbe egy ilyen poison szart, és akkor elég sokszor azonnal, ha nem azonnal, akkor még hozzávágok valami lófaszkát, ilyen poisonos shurikent, és akkor attól is megmérgeződik. És közben ez a kettő van betéve, meg egy olyan, ami adja az attackot meg a defense-et. Aztán térjünk át a Gearra, ami nyilván a legfontosabb része a buildnek, az egyik legfontosabb része. Így néz ki a build. Szóval úgy néz ki, először is használok egy három darabos Hunter of Tigert, egy két darabos Gozuntennót, vagy mi az isten, Samurai from Darklands, vagy valami. Két ranged weapon, igazából csak az, hogy adjon valamit ez is. És a Warrior of the Eastből pedig az 5 darabos bónusz az, ami bent van. És úgy néz ki, hogy ennek a szettje, a Tiger of Higónak ad egy adag HP-t, és a pöci-pöci szuriburi skillt erősíti 15%-kal. Azért van bent ez. Gozuntenno a Rage Duration miatt van benne, mert ugye úgy kezdem, hogy a baltát előveszem, és akkor kiabálok egyet, és akkor 30%-kal tovább tart ez így. És még a fegyverben is van egy Rage Duration 9,9, tehát igazából 40%-kal hosszabb ideig tart a Rage-es kiabálás, ami elég jó kis sebzés bónuszt ad. Aztán, hát ez ugye az I, Life, ez meg Life Dream Bullseye, nem nagyon volt másik, amit ide rakjak. És akkor ugye itt van az 5 darabos Warrior of the East, Merciless Barrage Damage, ez ugye a grapple, ami feldobja és megszúrja. De igazából a többi az, ami miatt ez van rajtam. Egyrészt ez egy Heavy Armor set, tehát jobban bírja a sebződést. Másrészt itt van benne egy mínusz 3%-os demistéken, egy plusz 4%-os közelharci sebzés növelés, és van benne egy attack bónusz constitution, ami ugye nekem 99-es az a stat, mert az kell a spearhez is, meg az a HP,
Hogy ez is egy olyan... Azt írták, hogy kb. 5% sebzésbónusz ez is. És akkor ezek a set bónuszok rajtam, ami pedig az egyes itemek bónuszait illeti, az meg úgy néz ki, hogy ebben van egy aktív skill damage-em, mert ugye az ugye minden aktív skillre vonatkozik. Bár ezt kicserélhetném high aktív skill damage-re, mert az még az nagyobb lenne. A piercing rain miatt, mert az ugye csak high stance-ben használható. És igazából semmi extra, ami még fontos, az az alsó stat, hogy gyorsabban menjen föl a poison az ellenségekre. Erre gyakorlatilag semmit nem csináltam, csak a rage duration-t beletettem, soha nem használom a baltát, úgyhogy csak azért kell, hogy legyen buff. Az E-ba agility damage bónusz van, mert még úgy is, hogy heavy armorban rohangálok B agility-n van, tehát zöldben vagyunk, úgyhogy ez ad valamennyit azért extra sebzésre. Puskát át kéne ezélnem, de igazából nem is használom a puskát egyáltalán. Mindig csak így lövöldözök. Bár lehet, hogy jobb lenne inkább puskába. Mindegy, a puskába is bele lehet rakni ezt az agility damage bónusz, és akkor ugyanott tartasz, hogy bármelyiket is használod, az jó lesz. Sapiba semmi extra nincsen, van egy aktív skill, de ez mondjuk nekem csillagos, mert ilyet sikerült forzsolni, de az aktív skill damage-et bármibe bele tudjátok tenni. Ebben is van egy, csak az nyilván nem, az nyilván kisebb, tehát az 5,9, ez meg 3,9 csak. Ami viszont fontos itt, hogy egyébként próbáltam mindenbe tenni life-ot, amiben tudtam. És ebben van egy ilyen, hogy life recovery, Amrita absorption, ott a legtetején. Ez az, hogyha belém száll egy darab Amrita, 36 HP-t ez rám gyógyít. Ez azért jó, mert ebből nem csak egy ilyen van. Mert van, ebben is van egy ilyen 16-os, ebben is van egy ilyen 16-os. Úgyhogy, amikor felnyomom magamra az Extraction Talizmant, ami minden egyes ütéssel egy adag Amritát kiszed az ellenségből és belém száll, akkor ahogy spammelem a pöci-pöcit, folyamatosan gyógyulok tőle. Úgyhogy amibe bele lehet rakni, abba beleraktam ezt. Ezt a kesztyűt majd le kéne kovácsolnom újra. Pontosabban megkeresnem a textet hozzá és lekovácsolni, mert az örökölt barehanded attack damage az ott elég csúnya benne, és nekem az nem kell. Van benne egy lándzsa attack defense növelő, meg amit bele tudtam rakni, mert a hülye örökölstat a barehanded attack damage nem engedte, hogy bármi mást is belerakjak, de ebbe is érdemes aktív skill damage-et tenni, vagy attackot, ami éppen tetszik. Itt is aktív skill damage van, life. Aztán van egy ilyen ott, hogy key recovery bónusz, Amrita gauge. Itt minél a Amrita karikát, tehát hogy hívják azt a szart? A spiritednek minél jobban tele van a karikája, tehát ha 100% az a max, ha minél jobban tele van, annál gyorsabban töltődik vissza a ki. A stamina. Van benne egy ilyen, life, meg ugye a tenacity, hogy égéstől meg poisontől nem tudsz meghalni. Csak nagyon kevés életed lehet maximum. És akkor ebben is active skill damage van, running speed, meg valami himi-humi statok. Ezt a buildet nyilván tovább lehetne erősíteni úgy, hogy mindenbe attackot raksz örökítve, meg a lándzsa forgató szúrást beletenni, és akkor azt így elég csúnyán meg lehet erősíteni, ilyen 50%-kal legalább. A cuccok pedig itt még van ez a kettő, ugye a jaszakani az alap, az mindig alap. Ebben van poison accumulation, ugye, úgyhogy gyorsabban menjen fel a poison az ellenségre, illetve van benne egy 19%, majdnem 20%-os bónusz damage
a megmérgezett ellenségek ellen, illetve ezt is pontosan ugyanúgy raktam össze, mint a másikat, úgyhogy ez is ennyi. A Life Recovery Amrita Absorption-t nem lehet mindenbe beletenni. Bele lehet tenni Medicine Case-be, General, Vice General Pillbox-ba, meg a sima magatamában. Nekem most éppen ilyen volt kéznél, úgyhogy ebben rakoskodtam bele, de ez bármi lehet igazából. Nem bármi, hanem azok közül, amit most mondtam, bármi lehet. Itt van egy scrollom, de az igazság, hogy egyelőre ilyet találtam, majd biztos lesz jobb is. Active skill damage majdnem 10%-ot erősít rajta ez is. Egy fincsi. És tulajdonképpen így néz ki az összeállítás. Ami be van téve skill, bemászunk egy másik démon tekercsbe, vagy másik tekercsbe. Most tudom, melyik van rajtam. Omnium Magic Power, ez nem érdekel. Na, ebbe van Toxic Slime. Még akár kaphatok is belőle valamit. Csináljuk meg ezt. Ez meg kisebb igazából. Mi ez a 800 kilobites bitrate? Ha hagyjuk már. A faszom van, bazen. PC-n semmi baj nem volt. Most meg mi van? Jó, kit érdekel? Kell ezt lecsukni. Becsukás. Adjad a hálózatomat vissza jól. Ezt a szart, bazzen. 800 kilobit. Csodálatos. Hát nem tudom, mennyit láttok magából a játékból, de a tekintve, hogy amikor a buildet mutogattam, akkor álló képernyő volt ott, meg nem esik szét a game. Amit be van pakolászva nekem harc közben, de igazából én ezt kicsit módosíthatnám is. Hogy is van ez? Fire Talisman, az jó, Power Pill. Az is jó, bár, de az is jó. Lecseréljük most a weakness-t egy kicsit, Poison Shurikenre. Csak hogy látszódjon, hogy mi van, hogyha tényleg föltolok magamra mindent. Na, benyomjuk a Rage-et. Benyomunk egy Fire-t. Jó, bazzeg. Szóval benyomunk egy Fire-t. Power Pill-t azt nem nyomjuk be. Egy ilyet. Egy olyat. Egy ilyet. Egy olyat. Jó, oké. Okay. Várja, megmérgezzük. Oké. Okay. Hát itt azért a számok egy kicsit nagyobbak. Na. Hogy? Ciao. Hogy? Tökör, hogy innen hülye kutya. Hány, ezért? Ennyi? Na, milyen grab attackot nem szeressük. Hagyd abba. Oké, okay, elfogyott a tűz. Jó, fölrakta. Jó, nem azt csinálta, jól van. Hogy? Kap egy mérget a bajra. Ja, és el is fogytak. Szóval szerintem abszolút egy élhető build, még akkor is, hogyha nem egy olyan, ami instant 50 000 damage.
De legalább nehezebben hal meg. Kibírja a csapásokat is. Meg nem 500-akat csapkod, meg 1000-eket. Nem sokkal többet, de azért többet. Nem akar... Menjél innen ki. Na, kaptam egy Toxic Slime-ot is, az is jó dolog. Igazából csak ennyit akartam mutatni, hogy most éppen ezzel a build-el próbálgatom a New Game Plus 2-t. Most itt vagyunk a... Ott vannak a piros kardok, tehát látszik, hogy ez NG2. És akkor... Bemászok ide. Illetve még nem mászok be ide, hanem... akarok blacksmitholni egyet. Aztán abba hagyom ám, és megyek messengert streamelni. Akarok egy ilyet, hogy temper, és akkor a ebbe a spearbe szeretnék high active skill damage-et. Biztos, hogy tudok ilyet szerezni. Nem. High attack break, low attack nem. Active skill consumption. Nem. High attack key consumption. Nem. Active skill damage az megint van. De létezik ilyen, nem? Hogy high active skill damage. Vagy az más, az csak high attack damage van olyan? De igazából mindegy, mert a high attack damage is ugyanúgy jó. De itt van, látod? High active skill damage. És ez nem 4%-os, piercing rain damage. Hülye ilyet lehet bele tolni. Hát ez sokkal több, nézd már meg. 5%, 9%, 10% bónusz a piercing rainre. Igen, ez elhasználja a Divine Umbra site-omat. Nem baj, leszarom. Hát ez kell, hülye vagy? Az igen. Csat. Matadozó, neked is. Na. Shrine. Meglevel appoljuk a mágikot. Jó. És akkor mondjuk bemegyek ide, aztán majd valamikor megcsinálom, csak hogy ne vesszen el a lehetősége. Szia Pisti, neked is. És a válasz, a kérdésedre válasz, hogy igen. Nem csak ereket. Ilyen hamar. Szóval itt rohangálok egy kicsit, megölök egy pár ellenséget, aztán abba hagyom. Csá! Csöcsö! Mit szia Pisti, neked is nem zavar, hogy egész este itt vagyok? Ez tök mindegy. Ó, de jó, hogy az piros patkány, figyeld már. Azt hiszem, a patkányt nem lehet megmérgezni, igaz? De igen. A kurva száda. Nincs berakva izé. Most hányok is? Most hányok is, nem? Az a baj, ilyenkor nem tudok gyógyulni. Annyira utálom a hányás izét. Na. Igen, tudom. Ne. Mindegy, bassz meg. Hát nem, átbaszott. Pillanat, nem buffoltam föl magam. Aztán a hányásnál nem lehet healelni.
Tehát. Balta. Így. Extraction föl. Ez be. Egy poison, két poison. Na. Pusztulat. Talán ez egy kicsit másképp nézett ki. A rohadt lila szarok. Ráadásul pont egy szecska. Egy sima mobra fel kell buffolnod magad. Hát de pont ez a lényeg, hogy nem egy sima mobról van szó, hanem egy halára buffolt lila szarról. Ami néha keményen, mint egy boss. Szecska, geci. Ott egy kígyó. Ezek a patkányok amúgy is buzik voltak mindig. Szakadjál le a falról. Nyilván mi lenne itt, hanem a izében a ködben, ha nem még egy szecska patkány. Mit csinálsz már te? Eszednél vagy? Azt se látom, mi van. Hát, takarodjál már, kis szaros pók. Na, jó lenne már más ellenség is, mint a szecska. Na, például ez megdöglött. Ott ezer! Kapta! Cső! Whatever. Na, tehát így lehet ezzel haladni. Ott egy olyan. Nem a hage. Na várja, most elbasztam. Így. Hogy? És akkor még egyszer. Glutty. Nesze. Nesze poison. Hoppá, hoppá, többen is van. Nesze kígyó. Na. Ott. Au. Hogy. Hogy. Ez szipró bénaság. De megvéd a páncél. Meg a sok-sok HP. Na, ide elmászok a következő shrine-ig, és akkor mennyi. Ja, az lesz mindjárt. Jaj, nem. Oh, nem kell a hülye izéd. Szaros grebatakkod. És ami még kurva hasznos, hogy egy rakás poiz van ebbe az armorban, mert heavy armor.
Tehát én bele tudsz állni a kombóval az izébe, az ütésbe. Mert hiába ütnek. Már olyan szempontból, hogy nem kapsz izét, staggert. Jó, ha nem kell engem megbaszni. Hogy... Hát ott, tehát itt csap, kettőt belém baszott. Ez mondjuk fájt, he. Na jó, elég. Meg észrevett a kapuból amúgy, vagy mi? Levágtam a szárvadat. Adok egy ilyet. Essé össze. Hogy... Hogy... Nem. Hát én megazítom, a kaputól jött ide. És nem. Oké. Okay. Leszek így jó. Nézd már. Nem ölhetsz ám meg. Vagy... Ki az Isten lődözött innen? Ki az? Ez a hülye meg fölrobbantja saját magát. Szóval én szerintem ahhoz képest, hogy New Game Plus 2 amilyen kurvára semmit nem érő build-em volt a New Game Plus 2-re a ninja dobálgató. Ahhoz képest ez bőven erősebb, és sokkal használhatóbb. Hát ez már nem tudta elnyomni a piros támadást. Te hogy kell adok fölmenni hozzád, mert onnan lövöldöző? Ja, ott a létre. Nézd már! Anyádat lőd le a létráról! Lecsúszok. Kap már be. Nem arra van a shrine? Tudom, hogy nem arra van a shrine. Csak így gyalulok egy kicsit. Látszódjon, hogy használható. Oda kell fölmenni amúgy. Időt húzok. Természetes. Hogy... Na jó. Menjünk akkor arra. Tudom, itt a shrine. Na, úgyhogy szerintem ez tök jó. Micsoda csoda bitrétem van hozzátok. Na, ezt is benyomjuk, és akkor én majd innen ezt folytatom magamba, off kamerába. Úgyhogy így van a cucc. A bosszokat így is több, sokáig kell csapkodni, mert túl sok életük van. És azért 50 ezereket nem sebezek, de viszonylag könnyen összerakható a dolog, mert a Warrior of the East-et a izé dobja ki, ahogy hívják, hogy a faszba hívják ezt az embert, jaj már,
a Honda Tadakatsu. És ezt lehet úgy, hogy őt, csak őt gyilkolod. Van az a, az a küldetés, ami, amiben ő ott van egy ilyen teremben, és azt meg kell ölnöd párszor, és akkor kidobja a szarját. A Tiger of Higo-t pedig a, az utolsó előtti pályán dobják, ahol a, ahol a Tokichirót kell megölni, meg a Kashinkojit, és rögtön a boss ajtó előtt van a, az utolsó lándzsás ilyen miniboss, és az dobálja. Azt kell farmolni, hogy a Tiger of Higo dolgokat kidobja. Nekem nincs meg a páncélja, mert csak a lándzsának dobta ki az, a textjét, de majd, majd ezt is megcsinálom. Mindegy. Úgyhogy ennyi. Ha szeretnétek Spear-ra játszani, akkor itt van ez. Használjátok egészséggel. Én meg megyek más streamelni. Na, Csabi!